hiekkajat taistelee. Vastustajan salat julki. Tervetuloa Unkariin ja Budapestiin. Pallopeleistä Unkari on maailman ehdotonta huippua. Vesipallossa maa on voittanut 3 olympiakultaa peräkkäin. Silti tässäkin maassa jalkapallo on maan ykköslaji. Do you want to play football? Sorry. Okay. My name is Raine. Raine, nice to meet you. 5 minutes to play football? Raine, nice to meet you. Kun tällaisia hölmöyksiä puolustuspäässä tapahtuu, niin tulee elävästi mieleen vuoden 1997 Unkari ja Suomen välinen ottelu Helsingin olympiastadionilla. Täytyy sanoa, että Unkarissa tämä Suomelle surullisen kuuluisa ottelu muistetaan yhä elävästi. Oi. Unkarilaisista Ferenc Horváth oli palloa lähinnä ollut silminnäkijä. Kestääkö Suomen 1-0 johto vai tuleeko Unkari takaa? Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja parantaa. You were here? Yeah, I am here. <It's> nothing. Keresturi, Almai, Poleise, Demigas! Tän vaan! Gool! Gool! Orjärsi! Horváth! Hogy talán én örültemnek a legjobban, és éppen ezért követett engem a kamera, de még a mai napig, ha erről a gólról van szó, akkor mindenki azt hiszi, hogy én rúgtam, de nem sok közöm van ehhez. Ilo jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä jatkokarsinnassa Jugoslavia rökitti Unkaria peräti 12-1. Se valószínű, hogy hasonló lehetett, mint amit ők átéltek ezen a mérkőzésen. Két olyan nagy pofonba szaladtunk bele, ami azért alapjaiban megrengette a magyar labdarúgást. Suomi ja Unkari ovat tällä hetkellä jalkapallossa eurooppalaista keskitasoa. Mutta viime vuosisadalla Unkari oli aivan omaa luokkaansa. Varsinkin 50-luvulla Unkari oli maailman ehdotonta huippua. Numero 10 on kuuluisa Unkarin Puskás. Peli on puolin ja toisin taidokasta, mutta kovaa. Titonpojat taklaivat liian lujaa ja tuomari osoittaa 11 metrin täplää. Puskás ampuu rankkarin, mutta Beara pelastaa maalin. Ai, tässä on ollut Puskásista. Nyt on pallo Jugoslavian vasemmalla laitamiehellä Sevekillä, hän laukaisee. Ferenc Puskasin johdolla Unkari oli murskaava vuoden 1952 Helsingin olympialaisissa. Ruotsi kaatui 6-0, Turkki 7-1 ja Italiakin 3-0. Jugoslavia pani kuitenkin finaalissa kampoihin. Puskasnak elmenta kedve, sitä félidőbe ma használni nem tudtuk, hát szerencsére sikerült hát lelket önteni bele. És hát ugye ő rúgta mindjárt első gólt is. Unkari vasen veli Puskás saa pallon ja tekee johtomaalin. Peli on 1-0 Unkarin hyväksi. Jenő Busanski on toinen kahdesta yhä elossa olevasta kultaisen joukkueen pelaajasta. Helsingin olympialaisissa Itäblokin urheilijoita pidettiin silmällä. Kapitalistien kanssa ei sopinut veljeillä. Pekki volt nekik, mert ugye vettek nyugati ruhákat az áhosoknak, és sötét barna cipőt. Hát az még csak egy volt belőlük, akármilyen ruhát vettek föl. Tehát mi mindig azt néztük, hogy mostan jön-e, vagy nem jön. Ugye, ha bejött, valahova ugye bementünk üzletbe, vagy valami többe, akkor hát előbb-utóbb megjelent, ugye akkor az ember ránézett a cipőre, aztán látta, vagy ahogy szoktuk mondani, hogy itt a fülemüle. Unkari on voittanut kultamitalit. Hát lényegében az olimpiai aranyérem 1952, jalkapalló, mi úgy mondtuk, hogy nyalkapalkó. Nagyon sokan kérték, hogy megvennék jó pénzért, hát én azt mondtam, hogy ez nekem örök emlék, és a sírba is el fog kísérni.
Kippis. Suomeksi kippis. Úgy van, finnő, hogy kippis. Kippis, úgy van az egészségedre finnő. Mm-hmm. Tipik? Kippis. Tippis. Tipik. Kippis. Okei. Okay. Kölkyn, kölkyn. Ferenc Puskas on Unkarissa ehdoton jalkapalloikonia. Itse asiassa Ferenc Puskas on jopa Euroopan tasolla. Jotkut pitävät häntä koko viime vuosisadan parhaana pelaajana. Hänen nimeään kantava akatemia yrittää valmentaa unkarilaisia nuoria niin, että Unkari pääsisi taas maailman korkeimmalle tasolle. Tämä on Puskas Ferenc Labdarúgó Akadémia. Itt szoktunk aludni, és vacsorázni, ebédelni és reggelizni. Csodálatos ember is, tehát emberként is és játékosként is, edzőként is példát mutatott mindjárt, tehát ő az iránytű a számunkra. Szeretnénk Fehérvárnak minél több tehetséges játékost oda irányítani, tehát egyértelműen az élvonalba szeretnénk jutatni jó pár játékost, aki erre alkalmas lehet. Ez a mi szobánk, ez az én ágyam. Ott van kiebb a fürdőszoba. Hangulatos. Én a külföldön szeretnék játszani, a AC Milánba szeretnék. Én nagyon szeretem a... vagyis a kedvenc csapatom a Milán. Hát én inkább Angliában fociznék, Chelsea-ben, mivel az a kedvenc csapatom, meg nekem nagyon tetszik az angol futball. Valóban a Milánhoz, Chelsea-hez, vagy más nagy csapathoz tudjunk irányítani a játékost.